Baranya 2. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselő jelöltjét mutatta be a Mi Hazánk Mozgalom szerda délelőtt a Pécsi Városháza előtt. Ipad Sándor a Pécs udvardi szervezet elnöke jelenleg. Elképzelései szerint turisztikai célponttá kell tenni Baranya megyét, de fontos az is, hogy este kimerjenek menni az utcára az emberek. A Mecsek egy kiaknázatlan hely, ahol nagyon-nagyon sok látnivaló van. Rendbe kell rakni, tisztaságot kell teremteni bent. A volt kempingnek a részeit rendbe kell rakni, gyönyörűen ki lehetne alakítani. A Dömörkapunál a volt vidámparknak a helyét szintén meg lehet javítani. És nagyon fontos helyben a közbiztonság. Ezért erősíteni a polgárőrséget helyben, illetve szorosabb kapcsolatot alakítanak ki a rendőrséggel. A helyi kistermelő kézműveseket piacokkal segíteni a képviselőjelölt. A bemutatkozást a Mi Hazánk Mozgalom elnök helyettese végezte. Duró Dóra elmondta, milyen eredmény lennének elégedettek az országgyűlési választáson jövőre. Mindenképpen, mivel alulról szerveződő mozgalom vagyunk, és állami támogatás nélkül működünk, az elsődleges reális célunk az, hogy bekerüljünk az országgyűlésbe, önálló frakcióval megkerülhetetlen politikai erővé váljunk. Mind a 106 választókerületben önállóan állítanak képviselőjelölteket, mondja az elnök helyettes. Nem kötnek szövetséget egyik politikai oldallal sem.